életre valók. Egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat. Akiknek a munkájuk nem pusztán a foglalkozásuk, hanem a hivatásuk, vagy akár mondhatnánk, hogy a szenvedélyük. Akik nem csak saját magukkal törődnek, hanem másokkal is, és hogyha nehéz helyzetbe kerülnek, akkor a megoldásra fókuszálnak, és nem a problémára. És a mai életre valóm egy tesi tanár, edző, többszörös vállalkozó, mentorált és mentor, Máté Gábor, nagyon sok szeretettel üdvözöllek. Szia. És akkor ezt egy kicsit kifejtősen jó, de mindjárt csapjunk a közepébe. Mi az, amit most a legjobban szeretsz az életedben? Hát most azt a vállalkozást, ami a legújabb, nyilván van belőle kettő is, de amit igazán szeretek, az a BNI. Most ez a nagy szerelem, több megyében dolgozunk KKV-k segítésével, vállalkozói csoportokat építünk ezekben a megyékben, és azon, hogy nagyon sikeres, és nagy örömmel csináljuk ezt. Ez az egyik. És van egy másik vállalkozás, ami most indul, arra majd később egyszer beszélünk. Jó, hát ugye mindjárt belecsaptunk a közepébe, hogy egy nagyon sikeres vállalkozó vagy, de hogyan is kezdődött ez? Valahol, valamikor Vásárosdombon volt ez a Gábor nevű kisfiú. Mire készült? Milyen családból jössz? Először is egy picit az, hogy mi a siker, hogy sikeres vállalkozó, ugye ez egy érdekes történet, erről sokat lehetne beszélni. Lehet, hogy most többen azt fölkapják a fejüket engem ismerve, hogy na jó, hát nem is annyira sikeres. Erről majd egyszer beszélünk itt másik is, de valóban nem gondoltam Máté Gáborként annak idején Vásárosban, hogy 1000 fős kis faluba, hogy tanár, hogy vasutas édesapa, postás édesanya, nekem rendőr vagy katonatisztnek kellett volna mennem, az alkalmazotti mentalitás végigvonulja az életemen, nem gondoltam vállalkozásra. Egyszerűen testnevelő tanár akartam lenni. Nagy szüleim nagy szomorúságára, ugye abban az időben, amikor én tanultam és jól tanultam, egy kisvárosi gimnáziumban, Dombováron, akkor az ügyvéd, meg az orvos volt a két olyan szakma, ami érdekes lehetett, semmi más nem volt érdekes, és a szüleim azt gondolták, hogy majd valamelyik leszek. Nekem volt az első idézős mentorom, egy testnevelő tanár volt, akit én nagyon szerettem. Mindenki csak úgy ismerte, hogy Lacka, nagyon hálás vagyok neki, emberileg is, szakmailag is, és én beleszerettem be a tanári dologba, és én mentem, hogy a testnevelő tanár leszek. És akkor ez sikeresen meg is valósítottad? És akkor elmentem a testnevelési főiskolára, kis viszontagság árán. Mellette futballoztam, én MB2-be futballoztam ott Dombováron, és akkor ez is segített egy kicsit ahhoz, hogy fölvegyenek a TF-re, meg azt gondoltam, is voltam ügyetlen, de nagyon szerettem. És aztán így lettem, utána rögtön labdarúgó edző is. És milyen volt tesi tanárnak lenni? Én szerettem. Szerettem, nagyon-nagyon jó volt középiskolásokat tanítani. Itt kezdtem Pécsen a nevelési központba, zseniális kollégákkal, nagyon jó osztályjal, a mai napig tartom velük a kapcsolatot, régen volt már, de nagyon, nagyon jó osztály volt, nagyon szerettem. Nem gondoltam egyébként, hogy abba hagyom. Tanítás, aztán jött a karrier, és akkor elindultunk az egyetemen tanítani, elkezdtem ott tanítani. Az is nagyon jó volt. Tényleg jó volt. A testneveléssel kapcsolatban tanítottál? Tehát ennek az elméletét? Igen. Edzéselméletet tanítottam, és labdarúgást nyilván, mert az volt a... És mellette akkor elkezdtem a PMSC-nek labdarúgó edzősködni. Kicsikkel, aztán végig az ifig. Nagyon jó időszak volt az életemben. Tényleg szerettem, jó volt az egyetemen tanítani, az külön élvezet volt. Hasonló korok voltak az egyetemisták, ugye. Ugye nagyon klassz időszak volt, 3-4-5 évvel voltam idősebb náluk. Ez egy jó közösség volt akkor. Hogyha ennyire szeretted, akkor miért váltottál? Jó kérdés, de az az igazság, nem azt mondom, sok vállalkozó szegény körülmény, nem szegény körülmények között jövök, de a pénz az fontos volt. Én akkor váltam, egy ilyen nagyon rövid periódus volt az életemben, az első házasságom, diákszerelem, rossz irány, és vagy egészen másfél évet voltam nős, úgyhogy belehúztam. És válás után nagyon kelt a pénz. Most ez egy utánpótlás labdarúgóedzői fizetés és egy tanársegédi fizetésből egy kis hitellel a hátul mögött a válás után egy üres panel, és már az új barátnő, az akkori, mostani feleségem, hát nem nagyon tudtunk megélni. Muszáj volt. Kellett valamit találni. Mit csináltál? Mi történt akkor? Mit csináltunk? Képeket festettünk, azt eladtuk. Tehát tényleg mindenből pénzt próbáltunk csinálni. Én aztán hazajött egy barátom Ausztráliából, de együtt gyerekeskedtünk abba a kis faluba, hogy felnőttem, ő diszirált, akkor még lehetett, amikor ő csinálta. Hazajött és azt mondta, hogy nekem vállalkozni kéne. És James, ne szórakozz, én nem vagyok egy vállalkozó alkat.
És mondta, figyelj, megtanítalak, menni fog ez. Kényszer belevitt. Most ez egy multilevel marketing üzlet volt, amit hát előtte én mondtam, hogy soha. Több kollégámat kibeszéltem belőle előtte, tehát ilyen nagyon izgalmas történet volt, ez nem hiszem, hogy most bele kéne menni, de először csak a pénzért. Én azt mondtam, hogy csináljuk, akkor már feleségem mostani azt mondta, hogy megöl. Megbeszéltük, hogy nem csinálunk ilyet soha. Ezt mondtam neked, amikor beszélgettünk, hogy nekem az egyik ilyen fontos történet, hogy soha nem mondd, hogy soha. A nagyapám azt mondta, hogy soha ne vegyek el zöld, fekete zöld szemű nőt. Szerinted milyen a feleségem? Azt hiszem, fekete zöld szemű. És mondta, hogy ne, mondtuk, hogy nem, multilevel marketing soha. Na, ebből lett egy hatalmas MV üzlet, amiben aztán szépen így belesodródtunk. De tényleg így lépésről lépésre, még mindig volt a labdarúgás, még mindig volt az egyetem, és akkor úgy mellette, esténként, hétvégenként tanultuk a vállalkozás alapelemeit. Mert úgy meg kell tanulni. Először döcögött, aztán a feleségem átvette. Egy matek énekszakos tanár, aki nagyon-nagyon tud fókuszálni, és akkor ő ezt rájött, hogy nekünk erre szükségünk lesz. Ő akkor tanított már, de nem szeretett tanítani, illetve a közeget nem szerette, és átvette. Én meg szépen hátradőltem, és mondtam, hogy ez neki nagyon jó lesz, pénz onnét jön, én meg csinálom, amit szeretek. Csak közben megérkezett Eszter lányom, és ott voltunk egy induló üzlettel, és el kell dönteni, hogy mit csinálok. És akkor én a kis romantikus alkatommal, hogy jó, hát akkor valahogy beszállok. Önbizalma volt, mindig, mondtam, jó, majd csinálom. Sok kellett egy olyan fél év. És rájöttem, hogy ez ugyanaz, amit a csapatban csinálok. Ugyanaz a vezetés, ugyanaz a csapatépítés, és elkezdtem szeretni. És ez nagy szerelem volt. 20 évig volt szerelem. Mit tanultál meg a vállalkozásról, hogy hogy lehet sikeressé válni emberként, vállalkozóként, és hogy hogyan lehet másokat e felé vinni, erre megtanítani? Hát nekem ez a mániám. De az az igazság, hogy az életemet akkor még nem tudtam, de így végig kísérték a mentorok. Tehát vagy én választottam, vagy ők választottak engem. Az első ugye a testnevelő tanárom, akit tényleg nagyon felnéztem rá. Nagyon sokat személyiségére, ahogy tanított, amilyen igényesen, ahogy szerette ezt, azt az életformát, amit csinál, nekem ez egy mentorálás volt. Sokat töltöttem vele időt. Aztán úgy jött az élet, én zongoráztam 10 évig, tehát engem megtanítottak, apám zenész volt, ilyen haknizott, és muszáj volt zenét tanulnom, de én szerettem is. És aztán a kis faluba eltűnt a kántor, és megérkezett a pap hozzám, az egyetlen olyan valaki volt a faluba, aki tudott értett hangszerhez, hogy nekem a következő héten kántorizálnom kell. Tudom, hogy nem. Aztán elváltam, és kialakult egy barátság. Rosszul hangzik ez, de kicsit úgy néz ki, hogy ő volt az második apám. Iszonyú sok időt töltöttem vele, egy nagyon kemény ember volt, egy nagyon tiszta ember volt, sokat tanultam. Tőle van a hobbi a fotózás, ő tanított meg fotózni, rengeteg időt töltöttem vele, és nagyon-nagyon jót tett nekem. Rengeteg időt töltöttem papokkal emiatt, fiatal, értelmes, okos papokkal, ami sokat segített az életemből, tehát ez egy jó időszak volt. Utána jött James, szintén egy mentor, aki behozott bennünket az üzletbe, akinek talán a legtöbbet abban köszönhet, hogy megtanított másképp gondolkodni. Azért azt gondolom, hogy sikeres vállalkozói léthez kell egy teljesen másfajta gondolkodás. Milyen másfajta? Milyen módon? Most ugye legtöbben így normálban vagyunk bekötve. És van egy vállalkozói mentalitás. Azt gondolom, egy jó vállalkozó, amikor elkezd fókuszálni, akkor ezzel fekszik. Uh-huh. Nincs közte más. Mánia? Kicsit olyan, vagy ilyen fanatizmus? Szerelem. Uh-huh. Szerelem vagy fanatizmus. Én nem hiszem, hogy ezt lehet másképp csinálni jól. Tehát vagy beleszeret az ember valamibe, és azt csinálja. Nagyon sok vállalkozót látok, aki nyilván, mondtam meg, nem vagyok farizeus. Szeretem a pénzt, vállalkozó vagyok. De hiszek a Maslow piramisban nagyon. Tehát amíg az embernek nincs lakhatása, nincs autója, nincs meg az, ami a mindennapi élethez kér, nincs egy bizony biztonsága az életében, hogy szeretne élni, addig érthető, hogy a pénzért csinálja, nyilván a pénzért csinálja, kell a pénz. Akkor válik el szerintem, hogy valaki jól éli az életét, vagy rosszul éli az életét, amikor ez a pénzmánia megmarad már akkor is, amikor nem kéne a pénzért csinálni valamit. Hiszen megvan az a biztonsága, amiben már él, biztonság, nincs biztonság, de egyfajta életminőség, amiben lehetne élni.
arra vagyok nagyon büszke, hogy megadott az, hogy mindig azt csináltam, amit onnan hittem. Nem lehetett volna engem belezavarni egy MLM-be, hanem hittem volna benne, hogy ez nekem mit jelentett, és nagyon sok embernek mit jelentett. Nagyon-nagyon sok ember tanított meg másképp gondolkodni. Ez az én vagyok a felelős mindenért. Ez nagyon-nagyon mozog volt. Mondok egy történet, sos, az egyik legeklatánsabb, például, hogy gondolkodik egy alkalmazott. Már egészen komoly üzletünk volt. Tehát, mit tudom én, csak arányait tekintve, mint a 30 ezer fontot kerestem az egyetemen, meg a labdarúgással, és mondjuk 300-400 ezer fontot akkor az üzlettel. És folyamatosan ment fölfelé, a kezdetek voltak. És jöttünk egy rendezvényről haza, és azt mondja az akkori mentorom James, hogy te ott kéne hagyni ezt az egyetemet, meg, és rá kéne feküdni a vállalkozásra. Válasz, az alkalmazotti lét, milyen nyugdíjam lesz nekem akkor, hogy hagyom a... Most erről a gondolkodásról beszélek. Tehát azon egy vállalkozó nem gondolkodik azon, hogy mi lesz a nyugdíj, ha jó vállalkozó. Meg kell teremteni azt a fajta pénzügyi biztonságot, azt a fajta vállalkozást, amiből nem megy nyugdíjba. Én nem hiszem, hogy nyugdíj megyek a vállalkozásokból, amiket csinálok. Miért mennék nyugdíjba, hova mennék, mit csinálnék? Igen. Tehát megadta az élet azt gondolom, hogy meg kialakult az, hogy abban foglalkozok, amiben hiszek, amiben szeretek, és nem foglalkozok mással igazán. Mindjárt megyünk tovább még, hiszen további két vállalkozás jött, de ugye már itt annyi évről beszélünk, ami akkor már mögötted állt, ugye a sikert is kell egy módon kezelni, az sem mindig könnyű, és a kudarcokat is kell, vagy lehet valahogy kezelni. De hogy vagy ezzel a kérdéssel? Kudarcok, sikerek? Azt gondolom, hogy nagyon sokan nem fognak velem egyet érteni, amit most mondok. Sokkal könnyebb kezelni a kudarcot, mint a sikert. Sokkal nagyobb hibákat lehet szerintem elkövetni a siker rossz kezelésével, mint a kudarcokkal. Nyilván valaki fél a kudarc, és a kudarcról való félelem az sok mindentől visszatartja az embert. De a megfelelő ember, aki sikerorientált, azoknak sokkal nagyobb zsákutca a siker. Tehát azt kezelni, az egy nagyon nehéz dolog. Szerintem mindenki beleesik. Én is beleestem. És mi volt a probléma? Azt gondoltam, hogy értek hozzá. Azt gondoltam, mindenhez értek. Szoktam mondani, akkora volt a mellényem, hogy nem fértem be a Trabantomba. Tehát azon normális. Az a kérdés, hogy megmarad az ember ebbe, vagy utána indít a törvényszerű kudarcok, mert ebből jön egy törvényszerű kudarcokat, elkezdi másra kenni. Mert ezt sok vállalkozón látom. A kormány, a közösség, a város, a NAV, a bármi. Csak nincs az a tükör otthon, amivel elnéznék, és azt mondom, hogy ezt elrontottam. Rossz volt az irány, nem figyeltem, túl nagy volt a... Mellény. Igen. És az igazság, hogy amit nagyon nehéz, és abban a szakmában, abban a területen, ahol én dolgozok, én mindig emberekkel dolgoztam. Az MLM-ben, a mostani vállalkozásaimban emberek, hihetetlen mennyiségű ember. Ezek közt voltak rosszabb anyai körülmények között élők, voltak nagyon gazdag emberek, és aztán jön az érzés, hogy én tudom kezelni az embereket. Én ismerem őket. Ha leülök veled beszélgetni, adj nekem fél órát, és tudom, hogy érdemes veled beszélgetni, vagy ne. Már ebből nagy pofára esések vannak. Azt tegyük hozzá. Az életemnek a legnagyobb pofára esései ebből voltak, hogy bíztam emberekbe. Félem, és most is bízok, csak sokkal óvatosabb vagyok. Tehát volt egy-két olyan kudarcom, hogy nehezen viseltem. És nem anyagi kudarc volt ez, tehát nem mentem bele tönkre, nem vesztettem bele sok pénzt, stb. Fájt. Nem az fájt, hogy átvágtak, az, hogy olyan hülye voltam, és annyira nem vettem észre, amikor ezer olyan dolgot látni kellett volna, hogy annyira megbíztam, ahol dolgoztam. Volt valaki, aki tényleg rengeteget segítettem neki. Idézőben mentora voltam. Nagyon-nagyon sok ilyen fiatal kora óta. Csináltunk is vállalkozásokat, befektetéseket. Én voltam a tanácsadó egy kicsit. Sokszor volt, hogy helyette tárgyaltak. Szerződés. Mindig mondták, figyelj Gábor, barátok mondták, rossz az irány. Te tudod. Tudom, kívül ez úgy néz ki, ti ezt úgy látjátok, és tudod, a barátok néha mindig azt gondolja az ember, hogy jó, ti nagyon féltetek engem, szülők, barátok, én meg tudom. Hát igazuk volt. Mit tanultál meg ebből? Tehát, hogy mi volt az, amit nem vettél észre? Mi az, amire jobban kell figyelni adott esetben?
Az állandó kontroll. Az állandó kontroll. Magam felé is, de mások felé is. Mindig vannak jelei ennek. Ami együtt megyünk valahova, együtt beszélgetünk. Ma már sokkal jobban figyelek ezekre a tesztekre. Sokkal jobban figyelek azokra a reakciókat, amik nem hazudnak. Tehát van olyan pici apró dolgok, amit korrekt ember nem követel. Korrekt ember nem csinál. És ha azok a jelzések jönnek, akkor menekülni kell. Ugye te most azzal foglalkozol, ami tulajdonképpen a hobbid is, ugye a vállalkozásaidban mindig, hiszen az előbb azt mondtad, hogy csak olyan smit tudsz csinálni, amiben mélységesen hiszel. De azért ezen túl is van egyfajta szabadidő vagy hobbi, ugye az előbb említettél néhány dolgot, de mi az, amivel szívesen töltöd az idődet akkor, hogyha egy picit ráérsz? Ráér az ember, szerintem, mert nem szeretem azt a vállalkozó típust, aki soha nem ér el semmire. Az megint tükörbe kell, valamit elrontunk. Tehát vagy olyan dolgokat csinálok, hogy nem nekem kéne, delegálni kéne, vagy túl fontosnak érzem magam, és azt gondolom, hogy csak én tudom ezeket a dolgokat megcsinálni. Tehát van szabadidő. Tehát az igazság, hogy van. És a napi ritmusomba úgy fér be, hogy a hobbiémet hogy teszem bele, reggel, nyáron, korán kell, a kert az egyik ilyen hobbi, kimegyek a biokertbe és dolgozok egy órát. Elkávézgatok, dolgozok, és utána kezdem a napot. Ez pont belefér. Füvet is nyírok. Van, amikor szeretem, van, amikor nem, de én nyírom, mert rá akarom magam. És viszonylag nagy a terület, úgyhogy ezt csinálok. Aztán az utazás, ugye a feleségem nagy kedvenc utazás, viszonylag sokat utazunk. Hát én nekem a fotó a másik hobbi. Az még nagyon jó, mert össze lehet baromira össze kapcsolni. Emberek fotózása, portréfotózás, tájfotózás, utazásfotózás. Tökéletesen össze lehet hangolni ezt. Hát a másik hobbi, ez még egyszerűbb történet, mert amíg a gyerekek kisebbek voltunk, akkor a feleségem rengeteget főzött. Nagyon profin, nagyon jól főz, és hát tényleg minden nap meleg karja, de azért be lehet fáradni. Gondolom ezt. Tudod, el lehet fáradni, és azt láttam a feleségem, hogy át, és akkor megígértem neki, hogy ha 50 éves leszek, és egy picit visszavonulok, akkor én átveszem ezt a konyhát. Most nem teljesen, de azért zömmel a mai napokban én főzök. És éppen tegnap itt ültünk az egyik barátommal, beszélgettünk, és hát egy ilyen termékkiszállítós vállalkozást indítanak el, és mondta a srác, hogy hát majd te is fogod tudni ezt használni, mondja nekem ott az ügyvezető, és akkor mondja a barátom, hogy Gábor nem fogja használni. Miért? A legjobb konyha Jakab-hegyütt 39 berába van. És ez tényleg nagy hobbi a főzés, szombat, vasárnap, tehát úgy bele lehet csempészni. Hát a síelés az meg telem kell síelni. Síoktató voltam valamikor, szerettem, jó volt, úgyhogy ennyi. Van egy vállalkozásod, illetve elmondtad, hogy még egyet indítasz, és ugye nyilván egyrészt te magad sikeres vagy, másrészt sikerre viszel, vagy segítesz sikeressé válni más embereket. Miért tartod fontosnak, hogy ilyen nagyba gondolkodj, hogy más embereknek is segíts, és nem pusztán csak a te sajátodat csinálsz? Ugye mostani kedvenc vállalkozásnak az alapfilozófia, hogy aki ad, az nyer. Ez egy nemzetközi franchise. Mi ezt azért kezdtük el annak idején, illetve ezt én kezdtem el, én vittem bele a feleségemet is ebbe a jóba. Nagyon sok mindent mi csinálunk együtt. Most az első olyan vállalkozás, amit talán nélküle csinálok. De így majdnem mindig mindent együtt csináltunk. És azért vittem bele, mert azt gondolom, ez egy nagyon jó filozófia. Beleillik abba a képbe, ami. És sose csináltam, ezelőtt a vállalkozást nem csináltam hagyományos vállalkozásokat. Szinte MLM rendszer, mert mindent olyat, ami védett engem. Ezt meg akartam nézni, hogy ebben a hagyományos vállalkozói világban is otthon vagyunk-e. Nagyon megszerettem. Tehát azt gondolom, egy olyan közösségeket létrehozni, ahol valóban az emberek segítik egymás munkáját, segítik egymás vállalkozását. És azon a piacon, ahol mindenki ilyen farkas törvény szerint megy előre, és próbál könyökölni, itt nem lehet. Ez olyan közösség, hogy kiveti magából, úgy van összerakva a kultúra, hogy kiveti magából azokat az embereket, azokat a vállalkozókat, akik ezt nem tartják fontosnak. Úgyhogy ezért szeretem igazán. Tehát terveink vannak vele folyamatosan, szeretnénk ezt nagyban meghatározó, sikeres gazdasági közösségeket szeretnénk létrehozni, különböző városokban, olyan 4 megyében dolgozunk, közel 300 vállalkozóval. Nagyon, azt gondolom, hogy nagyon jó érzés ezt csinálni. Ugye nem engedhetem el a fülem mellett, hiszen legalább 4-szer vagy 5-szer megemlítetted a feleségedet, aki teljes értékű társad, nem csak az életben, hanem a munkában és mindenben. Mennyire tartod
fontosnak azt, hogy vagy igaznak azt, hogy minden sikeres férfi mögött vagy mellett ott van az a nő, akiért ezt az egészet érdemesen. Tehát mit jelent a ti kettősötök? Szerintem ez nagyon általános. Én nagyon sok olyan vállalkozót ismerek, aki mögött nincs nő. Vagy nagyon sok olyan sikeres női vállalkozó is, aki nincs férfi mögött. Tehát én azt gondolom, nyilván jó. Én egy ilyen alkat vagyok, és azt gondolom a feleségem, hogy nagyon jó kiegészítjük egymást. Szerintem Gyöngyös nem vállalkozna nélkülem. Elvonul embereket se látna. Tehát egy olyan személyiségtípus, tényleg. Tehát mindig azt mondja, hogy a bánatba keveredek én bele ebbe az egészbe, hogy állandóan emberekkel foglalkozok, amikor az én személyiségtípusom nem ilyen. Hát mondom szívem úgy, hogy hozzám jöttél. de valóban nagyon fontos. Tehát azokban a hullámvölgyekben mindig vannak. Tehát én azt gondolom, nem csak a vállalkozásban, minden ember életében állandó ilyen hullámvölgy. Van, aki ezt könnyebben viseli, van abban. Az egyik, nem tudom, azt szoktam mondani, az embernek van egy nyele, jó, ha meg tudja fogni saját maga ott fönt, és ki tudja magát rángatni a hülyeségekből. Most ezt mi rángatjuk egymást. Tehát van ő, vagy ő, van lejjebb, vagy én, de mindig vannak, jó kiegészítjük egymást ebben. Én inkább ilyen berobbanó vagyok mindenben, találok egy ötletet, akkor azonnal rávetem magam, ha tetszik. Ő meg akkor elkezd kérdezni. Most, amikor egy kolerikus kérdez, az agyadra megy. Mert csupolyat kérdez, ami valós. És bosszankodsz belül, hogy miért nem gondoltam rá, és miért, és tényleg, akkor ez most hogy van? Jó, akkor ennek is utána nézek. És sok olyan vállalkozás volt, ami emiatt azt mondtam, jó, akkor ezt engedjük el, mert ez bizonytalan. És az igazság, hogy mondtam neked, hogy nem is értem, hogy miért ülök én itt, mert nekem se a vagyonom, semmi olyan nincs, ami arra prezesztinálna, hogy ide üljek. Ugyanis én erre azt gondolom, hogy nem akarok a leggazdagabb ember lenni a temetőnek. Mindig is vállaltam ezt. Nekem nagyon fontos a szabadidő, nagyon fontos az a közeg, amiben élek. Az az emberi kapcsolatrendszer, ami körülvesz. És azt látom, hogy azért, hogyha az ember nagyon keményen megy, és nagyon nagyba játszik, ez higul. Lehet ezt jobbról-balról mondani, de higul. Tehát lekopnak azok az embereik, nem bírják ezt a tempót, és azok értékes emberek sokszor. Nagyon értékes emberek. Én nagyon büszke vagyok arra, nem csak baráti, mert embernek kevés barátja van, de arra az ismertségkörre, ami nap mint nap körbeveszem magam. Vannak nagyon fiatalok, vannak nálam idősebbek, velem egykorúak, értéknek tartom. Hova tartasz? Hogyha mondjuk 5 év múlva összefutunk, akkor mi az, amiről szeretnél nekem beszámolni? Jó kérdés. Én azt szeretem, hogyha látom azt, hogy amit elkezdtem, az már nélkülem is működik. Onnét viszont ki szoktam szállni. Tehát szeretnék néhány olyan vállalkozást, amit most indítottam el, hogy nélkülem is egy felügyelettel működik, jól működik, abban a kultúrában működik, amiben én hiszek. Szeretném, ha bővüljön azoknak az embereknek a köre, aki rajtam keresztül van ezekben a dolgokban. És szeretném elérni azt az egyetlen dolgot, amiben nagyon hiszek, hogy semmi nincs egy vízió nélkül. Nekem van az életemben egy vízióm, hogy körülbelül mi az az élet, ahogy személy szerint. Mikor fogom én azt érezni, hogy sikeres az életem, ha visszanézek rá? Nyilván nem publikus, de ez le van írva számomra. De nem hiszek vízió nélkül. Nem hiszem, hogy egy várost lehet vezetni vízió nélkül. Többször látjuk. Nem hiszem, hogy vállalkozást abszolút nem lehet vezetni egy vízió nélkül. És az életet sem nagyon. És az nem úgy van, hogy nekem van egy vízió. Az úgy van, hogy ezen rengeteget kell dolgozni. De a vízió egy olyan dolog, amit talán sosem érünk el. De abba az irányba tartunk. Ezt azt szoktuk mondani, hogy annak én a James az egyik mentom, azt szoktam, hogy figyelj, célozzuk meg a holdat, akkor talán a küszöb fölött átmegyünk. De ha a küszöb fölött célzunk, az tudja, hogy a pince lesz belőle. Na most számomra ez a vízió. És ezt a vízión szeretnék még kicsit csiszolgatni a következő időben, és elindulni ennek a megvalósítása érdekében sokkal erősebben. Akkor ehhez a vízióhoz kívánok neked sok sikert, és köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is a beszélgetést. És önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra.